Átvizsgálás és begyűjtés. Aranyfogak, haj. Amikor végeztek a másik szobában, a kidobhatókat idehozzák, és tüzelő anyagként használják. Egyszerre 2-3 felnőttet. Gyerekekből 4-5. Három fázisú kemencét. Az első fázis hatalmas elektromos motorok átfújják a levegőt a második fázisban. A tűzifa és a fáradtolaj olyan erős hőt termelnek, hogy a tetemek, amelyek a harmadik fázisban égnek, maguk is tüzelő anyagként fognak adni, és háromszorosára gyorsítják fel az égési folyamatot. Kapacitás? Elméletben egy 24 órás időszakban 3000, és mind a 4 létesítményben 8 és 9000 között. Mondja csak, a kéménybér is kibírja ezt a meleget? Különleges kerámia lapok. Rendkívüli próbáknak vetettük őket alá. Nos, én másképp csinálom a dolgokat, egyszerűbben, de... Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, mozgás! Rajta! Valójában az egy nap alatt elgázosított és elégetett legmagasabb számot 1944-ben érik el a magyar zsidók kiirtása során. Egy nap alatt 24 ezer férfi, nő és gyermek. Ezek a fényképek. Minél kevesebbet tudsz, annál jobb. Ez a disznó főmérnök, civil idióta, a jól szabott kényelmes tweed felöltőjével, az angol cipőjével. Egy hónapot késik az átadással. Kétszer elhalasztotta a próbaüzenet. Csak pár hónap kellene neki Auschwitzban. Egyenesen a politikai blokkba a szemét disznóval. Ez nem hatékony, ez pazar. A gödröket még 40-ben ásták, de ezek a régi rohadt hullák egyszerűen nem égnek el. Berlin megparancsolta, hogy Ausztradíren el kell takarítani a tömegsírok minden nyomát. Kedves parancsnok! Az én kommandó 1005-ön pontosan ezt csinálja Lengyelország szerte. És Oroszországban. Hadd adjak pár tippet. Köszönöm, Standartenführer. Ön úriember, nem úgy, mint azok a nyomorult berlini aktatologatók. Szakképzettségem szerint építész vagyok. Esetleg meghívhatom egy jó vacsorára. Vacsora? És talán előtte egy itarra. Már azt hittem, sosem jut eszébe. Fogadja elismerésemet. A legjobb bor és a legjobb vacsora volt a háború kezdete óta. Micsoda előkelő vendég. Ó, milyen gyönyörű torta. Inge, azt is meg kellene, tudod,
Hanna valóban remek szakácsnő. Hans, szereted a csoki tortát? Igen. Ez ma jutalom. Ötöst kapott németből. Ötös? Az nagyon jó. Mire? Azért, mert hibátlanul elszavaltam egy Schiller verset. A legjobbkor. Elnézést. Nos, akkor talán lássunk hozzá a tortához. Két órája. Ezért még fejek fognak hullani. Ez itt folyamatos gondot jelent, nem igaz, Rudi? Himmler említette már ezt a gondot néhány alkalommal. Éjjel 1 óra 35 perc. Igen. Igen. Nagyszerű. Hol? Nem. Szép volt. Szép volt. Elkapták. Hát ezt hallgassa meg. Egy latrinás kocsiban próbált szökni. Ne. Három emberem felváltva slaggozta le. És Paul, bárcsak láthatná, mit csinálunk a szökött rabokkal, amikor visszahozzák őket ide. Egy ócska bohóc ruhába öltöztetjük őket, és táblát akasztunk rájuk. Hurrá, visszajöttem! Austin! Mason! Oh!
egy sikertelen szökés jót tesz a fegyelemnek. Hég and hég. Még mindig nem értem. Micsoda luxus. Bőven van még a raktáron, Paul. Ha látná, mit hoznak magukkal a zsidók. És ajándékként tőlem, majd küldök egy rekesszel, meg némi konyakot és pár doboz havanna szivart az útra. Rendben, Rudi, rendben. Köszönöm. Üljön le, térjünk a lényegre. Auschwitznak el kell látnia az én kommandó 1005-ömet munkásokkal. Igaz? Igen, persze. Nos, maga a szemetet küld! 3 hétig se bírják. Nekem erős emberek kellenek. 500 kemény kötésű zsidó kell a következő szállítmánnyal, Rudi. 500! Vagy sajnos ismét el kell beszélgetnem a Reichsführerrel. Krematórium. Mi van vele? Akik építették. A Klinger csoport. Ők a legjobb embereim. Vannak vagy 400-an. Azonnali likvidálásra várnak. Ezek akár 4 vagy 5 ember munkáját is el tudják végezni, mielőtt belehalnának. Így jó lesz? Igen, Rudi. Így már jó lesz. Nagyszerű. Hég and hég. Egyszerűen csak ellapolták a halálos ítélet végrehajtását. A munkarészleges azt mondta, hogy a 10.05-ből egyszerű megszökni. Igen? Nálad van a film? Igen. És a prágai cím? Isten legyen velünk. A Guadalcanalért folyó harc már 4 véres hónapja tartott. És bár mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett, az Egyesült Államok fokozatosan mégiscsak fölényre tett szert. A japánok több mint 20 000 kitűnő katonát vesztettek, 500 repülőgépet, 15 csatahajót, és nagy számú csapat és teherszállító hajót. Az Egyesült Államok veszteségei 2000 eltűnt és meghalt katona, 300 repülőgép, 20 csatahajó, beleértve a Harnit és Wasp repülőgép anyahajókat, és hasonlóan a japánokhoz nagy számú csapat és teherszállító hajó. Mindkét félnek olyan sok hajója süllyedt el a harcokban,
hogy a szigeten harcoló tengerészgyalogosok csak úgy emlegették a Guadalcanali partokat, mint a vasfenekű déli vizet. És még mindig nem volt vége. Már megközelítettük, kapitány. Sortüzet kapnak. 1942. november 30-a. Az amerikai haditengerészeti hírszerzés megtudta, hogy újra közlekedik a Tokyo Express. Ez alkalommal az erősen biztosított konvoj pihent csapatokat és utánpótlást szállított a Tassafarongai foknál levő éhező, beteg és halálra ítélt helyőrségnek. Halsey admirális a 67-es köteléket, 5 cirkálót és 6 rombolót irányított oda, hogy megsemmisítse a Tokyo Express-t. Wright ellentengernagy, aki viszonylag újonc volt ebben a térségben, figyelmen kívül hagyta azt a biztos információt, hogy a japán hajókon hosszú lőtávolságú torpedók vannak, melyek akár 20 000 yardnyi távolságban is halálosan pontosan célba találnak. Már jóval ezen a távolságon belül volt, mielőtt tüzet nyitott volna. A japánokat teljesen váratlanul érte a támadás, csak egy lehetőségük maradt. Kétségbe esetten kilőtték összes hosszú lőtávolságú torpedójukat gyilkos eredménnyel. És néhány percen belül Tassafaronga lett az Egyesült Államok haditengerészete második világháborús csatáinak egyik legcsúnyább kimenetelő ütközete. Jobb középre 4-jel. Értettem, uram, jobb középre 4-jel. Az új irány 090. 090, értettem. Jézusom, kapitány. A Pensacola is. 3 nehéz cirkáló. Egy japsi romboló él. 3 csodálatos hajó. Felejts el az új irány! Éles fordulat balra, teljes gözzel előre! Éles fordulat balra, értettem? Éles fordulat balra megtörtént! Balra, uram! De még mennyire? Ez itt teljes katasztrófa. Az utolsó sortüzünk megrodgyantotta a nyomorultakat. Már látom őket, megközelítjük! A radar szerint a célpont 11 000-re is közelít. Torpedók balról, kapitány! Irány 350! Teljes fordulat balra! Teljes fordulat balra, uram! Gyerünk, fordulás! Végrehajtva, uram! Talán, ha gyorsak vagyunk, elcsúszunk mellett. A kapitány beszél. 3-as torony raktárait elárasztani, 5 hüvelykes lőszert eltávolítani. Ismétlem, 3-as torony raktárait elárasztani, 5 hüvelykes lőszert eltávolítani. Nyugtázza! Tehát 9-2. A gépezettel pedig halljam, ott lenne Jim, a terv. Nem jó, uram. 3 hajócsavar leállt. Telefon és áramvezetékek megszakadtak. A 3-as és 4-es fedélzetet olaj és víz öntött. Gyerünk, igyekezzetek! Valahogy össze kell tákolnunk tulagig. Mondják már! 18 mérföld. Igen, uram. Kell zárni a fő üzemanyagtartályt. Tűzoltók a Tatra! Biztosítani a sérült üzemanyag és gőzvezetéket. Üzemanyagot balról jobbra pumpálni. Uram, a Honolulu-ról hívja a tengernagy. Hányom a
Griffin, Griffin, itt sólyomszem, vége. Mark, te vagy az? Igen, uram. Hogy vagy, cimbora? Innen elég csúnyán néztek ki. Maradt egy gépternem és egy propellerem, tengernagy. Talán megmarad. Jól van. Wright admirális szerint ők eljutnak túlagig. Még mindig pöfékelnek. Menet közben megkezdjük a javításokat, legalábbis megpróbáljuk. Elindulunk túlagiba. Akkori tüzet látogatatod? Igen, uram, már oltjuk. Kér segítséget? Nem, uram. A radar szerint ezek a banditák iszkolnak nyugat felé. Majd megkerülöm a Szávó-szigetet, hogy biztonságos távolból odapörköljek nekik. Figyelj, Pák! A segítségkel kiállj és küldöm a fiúkat! Igen is, uram. Jó vadászatot. Pokol egy este volt. Igen, uram, az volt. Sok sikert, Pák! Köszönöm. Huszonhárom óra, 33 perc. Mekkora a dőlés? 18 fokos, uram! Adjuk fel, uram. Feladni? Épp sikerült irányba állni. Ha sikerül hajnalig fenntartani, talán mi is beérünk túlagiba a többiekkel. A támfalak engednek, uram, a harmadik és negyedik fedélzeten. Akkor mit tegyünk, Jim? Adjuk, hogy megteljen tengervízzel? Vegyünk vissza a motorokból? Ilyen súly mellett nem tudunk fennmaradni. Kapitány! A négyes gép nem kap kenőolajat. A szivattyú nem működik ilyen dőlésszögben. Értem. Akkor mégis megkérem a tengernagyot, hogy küldjön rombolókat. Az jó lesz, uram. Akkor most lemegyek Clarkkal, felbírem a helyzetet, lépjen kapcsolatba Griffinnel és kérjen rombolókat. Mondja, hogy égünk, merülünk, 18 fok a dőlésszögünk és a tat erősen süllyed. Igen, uram. Griffin? Griffin, itt sólyomszem, vége! Elindultak a rombolók, uram. Rendben, Jim. Hagyják el a hajót. Uram! Megtettünk mindent, amit lehet, de nem fogja kibírni. Ideje kimenteni a sérülteket. Rendben, uram. Figyelj! Mindenkinek! Elkészülni a hajó elhagyására. Ismétlem. Elkészülni a hajó elhagyására. Thank you.
a hajókönyvek és a naplóprogram. A legénység felsorakozott, elhagyta a posztokat. A sebesültek és áldozatok megszámlálva. A létszám ellenőrzés teljes. Ára mennyire lehetséges, uram. Rendben, Jim. Adj el a hajót. Igenis, uram. Hajót elhagyni! Igen, uram! Hajót elhagyni! Hajót elhagyni! Hajót elhagyni! Hajót elhagyni! Csak ezután? Nem. Nem fogok elsüllyedni vele. Nem sok hasznomat látnák, ha a tengerfenekén nyugszom. Clarkkal együtt toboroztunk néhány önkéntest. Ha hajnalig sikerülne fennmaradnunk, talán még be tudnánk mondani. Én is szeretnék jelentkezni, uram. Néhány pumpa még mindig szövel. És ha sikerülne valahogy ellensúlyozni a dőlést, akkor... Nem lehet, Green parancsnok. Szálljon át a csónakba. Igenis, uram. Ekkora a veszteség? 54, uram. Meghalt. Eltűnt. 217 megsebesült. Nekünk is menekülni kellett volna. Nem, uram. Nem tehetett más. Nem hagyhatta, hogy épp bőrrel megússzák a nyomorultak. Induljon, Jim. Hiányozni fog a normaló. Jim, vigye a csatornát. Tűzze ki a következő hajójára. Igenis, uram. Nagy erőnk. Másszor már. Az embereket elkezdték kihalászni a vízből, uram. Igen. Jézusom, bármelyik pillanatban elsüllyedhet. Attól tartom, igaza van, uram. Elhagyjuk a hajót. Értettem, uram. Hajót elhagyni! Gyerünk! Kapitány, induljon, Jim. Hallottátok a főnököt, gyerünk, mozgás lefelé!
Jackson, kettes kötele!